Merha. Dark Souls-ból indulok ki. De ez ugye nem a Dark Souls, de valamelyest hasonló. Hogyha elértél egy bizonyos Covenant item számot, akkor vagy általában egy gyűrűt, egy valami jutalmat adott. És ugyanaz-e vagy csak egy teljesen felesleges dolog. Amúgy nekem meg lesz verni. Sokat a szükséged lesz majd állni, ha bekukkantatod. Párszorzókig játszottam. Nehezebb, mint a Bloodborne? Nem lehet összehasonlítani. Tehát a Dark Souls 3-ban jelentkezik az a nehezítés, ugye, hogy behozták a felszerelés súlyát. Tehát pluszban a felszerelés súlya még ott van. Lényegesen több fegyver van benne. Minden bossból lehet fegyvert készíteni, némelyikből többfélét is. Igazából hasonló nehézség. De ott is van olyan boss, akit hát, hogy úgy mondjak, marha nehéz kinyírni, mondjuk szintén opcionális. Meg ott a mellék sztorik, mellék szálak azért némileg jobban ki vannak dolgozva. Több mellékszál van. Van olyan mellékszál, amit ha elindítasz. Igen. És egy másikat nem csinálsz meg, vagy a másikat nem tudod elindítani. Tehát kicsit összetettebb. Tehát gyakorlatilag nagyon hasonló kamerakezelés. Ott is egy katasztrófa. Amit ugye ezt az idióta szögdécselést kivették helyette, ugye gördül a katona, hogyha ugrik. Meg picit más, de van, amiben egyszerű. Ott ugye jobban elkülönülnek talán a kasztok. Fejlett varázsló kasztja van. Nem úgy mint itt. Jó sok varázslattal, eléggé király. Hát azért is szeretném megvenni, mert eléggé bejött a game. A Bloodborne, ezt még egyszer ki akarom játszani. Hát ugye, ha ki akarom platinázni, épp a számogattam, minimum 2 végig játszás. Hát igen, meg ugye a fegyvereket is megkap. A fegyverekből jól állok. Mert ha jól tudom, van 3 fegyver is. Bead a legelső alkalommal, amikor megjelenik. Igen. A földön, azt meg tudod venni a boltba. Nem kell a szóra. Fúj, ezeket nem lehet megerőszakolni. Hát talán már vigyáznak magukra. Kurva DLC-s lényeg, baznak, akkora buzi. Ezek a...
keményebben. De nem. Figyelj, mert láttam nálad egy trófeát, a gem, vagy egy ötösszintű gem, ami ritka. A szíven volna. Az hol? Szerintem itt. A borlánkból. Fél. A bolhán. Vagy. Igen, az. Illetileg, ha a 4-es dungeon pluszba lehet kapni. Itt az. Azt a kúra mennyien vannak meg ezek. Van ott valami cucc. Azt mondja, hogy 3, 5, 7, 8, 8-an vannak! Getty erős a kártya. 8 ilyen. Csicsika van. Mit mondtam nekem, menj a DLC-be, menj fel az a listát, és próbálj. Felmentem a lifttel? Persze. Próbáld ki. Mekkora, mekkora szopás az egész. Én először visszamegyek a koponyáját. Az mi a szarra jó? Most hogy mondod, fel kell küldjem a liftet is? Igen, és akkor feljön egy másik lift, és megkapod Laurence koponyáját, ami valószínű egy dungeon item lenne, nem dungeon item. Kulcs. Aha. Oké, a kulcsok között van. First Vicar of the Healing Church. Jó, és ezt hol a fenébe kell használni? Ezt most nem mondtad, volna soha nem találok. Human school only exists within the nightmare. Oké. Okay. Összeszedtem 25 ezer pontot, az valószínűleg be is fogom bukni annak rendje és módja szerint. Lawrence Cool. Na, hívjunk taxit. Fölbe. Nehéz van, amit könnyű, van, ami
amit simán ki lehet hagyni, hogyha nem veszed észre. Minden esetre majd eljutsz addig akkor. Ja, és a két DLC-je az hasonló őrület, mint az öreg vadász.